A divat függetlenül a kortól vagy az égtájtól mindig is meghatározó volt az öltözködés, a viseletek és a viselkedés területén is, és soha nem az észszerűség vezette. Elég a megnyomorított lábú kínai nőkre, a pankorszak hajviseletére, vagy a kilukasztott és karikás fülű férfiakra gondolni. És ebbe a sorba illik a kridolin is. Erről a ruhadarabról vízzást elmondható, ha valaki rosszul akarja érezni magát, hát vegyen föl egy ilyet. Azt hiszem, hogy ez nagyon találó kifejezés erre a divatra. Egyébként is ennek a kornak a divatjára minden volt mondható, csak a kényelmesség nem csak a krinolin miatt, hanem a fűző, ami már még régebb óta divat volt, ugyancsak nagyon sanyargatta a női testet. A krinolin is egy rendkívül kényelmetlen viseletnek számított. A történetéről annyit érdemes tudnunk, hogy ez 1857-ben bukkant föl, és az elterjedésében Frederick Wörthnek volt a legnagyobb szerepe. Róla azt kell tudni, hogy sokan őt tartják az haute-couture megteremtőjének. A krinolin megjelenését követő évben 1858-ban hozta létre az első divatházat Párizsban, aminek különlegessége volt, hogy élő modellekkel mutatta be, akár csak napjainkban a divat terveit. A divat az a kényelmi szempontokat veszi, azt hiszem, a legkevésbé figyelembe, illetve voltak korszakok éppen az első világháború környékén, amikor a másik nagy divat diktátor, Chanel, aki a nőket például kiszabadította a fűzőkből, de ehhez a 20. század elejéig kellett várni. A krinolin elterjedésében harmadik Napóleon feleségének, Eugénia császárnőnek vannak múlhatatlan érdemei. Igaz, 10 évvel később ugyancsak ő volt az, aki először szabadult meg ettől a ruhadarabtól, és gyakorlatilag futótűzként írtotta ki a ruhadarabot a társasági életből, és így a divatból is. A krinolint fel és levenni sem volt egyszerű. Ehhez segítség kellett, és az újságokban elég komoly hadjáratot indítottak az újságírók a krinolin viselése ellen, ami nem csak kényelmetlen volt, hanem valóban veszélyes is volt, és haláleseteket is feljegyeztek ezzel kapcsolatban, amikor például gyertya miatt tüzet fogott a ruha, és nem tudták eloltani, nem tudott a hölgy olyan gyorsan megszabadulni tőle, hogy megmenekülhetett volna, és végül az égési sérülésekbe halt bele. De akár gondoljunk bele, hogy egy ilyen ketrecbe, egy ilyen fém szerkezetbe milyen könnyen belekaphatott a szél is, és mint egy vitorla úgy működött esetenként egy tengerparti séta alkalmával. A hónap műtárgyáról valószínűsíthető, hogy a percelektől került a Szekszárdi-Vosinszky-Mord megyei múzeum gyűjteményébe. Az 1860-as évek divatjának másik jellegzetessége a szoknya fémszerkezetén kívül a felső rész zsinorozása volt. Kralovánszky Mária ruharestaurátor készítette el nem csak a ruhaderéknek a restaurálását, hanem a szoknyarész és a krinolinnal együtt a szoknyarész rekonstrukcióját is. És bár a divat visszavisszatér, nagyanyáink viseletét az unokák időről időre újra felfedezik maguknak, a krinolin világhódítása valószínűleg végleg befejeződött. Megmarad a kosztümös filmek, a korabeli színházat idéző darabok ellékének és divattörténeti jellegzetességnek.